Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Fiatalításra érett meg Bátaszék gesztenyefa sora, hangzott el a város önkormányzatának első hivatalos ülésén. A helyi képviselő testület döntése értelmében megvizsgálják, hogy mit lehetne tenni az ügyben. A napokban már sor került egy baleset veszélyessé vált fa kivágására. A testület elfogadta a város éves programtervét is, melybe több új elem is beépült. Bővebb lesz az idei rendezvény kínálat, mint az eddigi megszokott, mondta Bozsadik Robert polgármester. A leglátványosabb eleme idén az Euromóka Fesztivál lesz, amit annak ellenére programon tart a város, hogy a finanszírozást jelentő pályázat nem nyert támogatást. Továbbiakban is a közművelődési bizottságra bízza az Euromóka játékokkal kapcsolatos szervezési feladatoknak a felügyeletét, a játékokhoz kapcsolódó rajzpályázat, emblémapályázatnak a kiírását, a játékokban résztvevő tagoknak a kiválasztását, tehát ebben nem történik változás az elmúlt évek gyakorlatához. Öröm, hogy 2020-ban természetesen hogy mi lehetünk a játékoknak a házigazdája, de ezt a játékokat ugye összekötjük mi a Városnapi rendezvénnyel, ami egy jubileumhoz, nevezetesen a város avató 25 éves évfordulójához is kötődik, és ennek keretében felvetődött az elképzelés, hogy a testvértelepüléseket és a testvértelepülési kapcsolatot jelenítsük meg közterületen, és ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy egy barátságoszlopot állítunk a jubileum kapcsán, itt a város szívében a plébánia épületnek a sarkán, ahol a testvértelepülések címere, települések rövid története, testvértelepülési kapcsolatnak a kis történelme kerülne majd megjelenítésre, annak érdekében egyrészt a városlakók, akik esetleg nem rendelkeznek etére információval, másrészt az idelátogatók is információhoz jussanak. Az oszlop állításának épp úgy, mint az Euromóka versenynek a város költségvetéséből kell fedezetet találni, de mindenre a források rendelkezésre állnak. A napokban ki kellett vágni egy gesztenyefát a templom körüli fasorból, mert élet és baleset veszélyessé vált. Mindezt felvetette annak szükségességét, hogy a gesztenyesor minden darabját megvizsgálják. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy megvizsgáljuk egy úgynevezett diagnosztikai eszköz segítségével az összes gesztenyefát, hogy milyen állapotban vannak, amennyiben a szakértő vélemények alátámasztják, hogy hála jó Istennek életképesek, és még egy 60-70 évet kibírnak, akkor természetesen megpróbáljuk őket továbbiakban is életben tartani. Viszont ha indokolt, akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy az élet és baleset veszély megakadályozás érdekében ezeknek a kivágását nagyon rövid időn belül el kell majd végezni. És szakértőt kérünk fel a tekintetben, hogy a helyükre milyen fa pótlását javasolják. A mi építési szabályzatunkban fel van sorolva jó néhány fa típus, ebből tud a szakértő majd meríteni. Nagy valószínűséggel az évtizedes hagyományoknak megfelelően gesztenyefák kerülnének visszaültetésre, esetlegesen kivágásra kellő fák helyére. A vizsgálat és annak eredményének ismeretében gyors beavatkozásra lesz szükség, nehogy a fák ügyezni kezdjenek közben. Várhatóan két héten belül megszületik a döntés a fasor jövőjéről. Fontos, hogy ápoljuk a hagyományainkat és felidézzük a régi időket, legyen szó akár szokásokról, ünnepekről, vagy éppen öltözködésről. Bátaszéken éppen az utóbbiról esett szó Minonics Jánosné könyvbemutatóján, aki sárközi népviseleteket mutatott meg a könyvében, és a könyvbemutatóján egyaránt a gondozási központ lakóinak. Ahogy telnek az évek, az évtizedek és az évszázadok, úgy válik egyre inkább feledésbe a népviselet és a hozzá kapcsolódó szakma, a népviselet készítők hivatása. Kevesen őrzik ennek a mesterségnek a titkait, aki azonban igen, az a valaki rengeteg tanulás után sajátítja el a népviselet készítés minden trükkjét. Minoris Jánosné azokhoz tartozik, akik több mint fél évszázada készítenek népviseletet. A sárközi népviselettel, a rostkötéssel és a sárközi fejdíszek készítésével foglalkozom. Amellett tanítom a sárközieknek
több faluba, Alsónyéken, Pörbölyön, Decsen is most tanítom a rostkötést, Sárpilisen tanítottam. Ezeket a rostokat a fejkendőkre, tehát a rostos szélű fejkendőkre, valamint a viseletnek, a népviselet kötényeinek a szélére készítik. Nagyon szép eredményeket értek el a tanítványaim, nagyon sok tanítványom van. Van, aki megkapta a népművészetmestere címet, népiparművész címet. Aztán fóton tanítottam, több mint 10 évig jártam, nem rendszeresen, csak alkalmanként a Károly István Népművészeti Szakközépiskolába, ahol a népviseletet oktatják ma is, és a sárközi népviseletet tanítottam. Minoris Jánosné azt mondja, sokat tanult pályájának kezdetén az idősebbektől, akik előszeretettel mutatták meg neki a szakma szépségeit. Ő pedig igyekszik továbbadni ezt a fiatalabb generációnak is. Én, mint népi iparművész arra törekszem, hogy ezeket a szép dolgokat, amiket én tudok, amiket én az idős néniktől tanultam, hogy átadjam azoknak a fiataloknak, akiket érdekel, és akik szívből és nagyon nagy érdeklődés van ez iránt, most újabban úgy látszik fölkapták, akik ezeket szeretik készíteni. Bárki jöhet hozzám, én megmutatom azokat az anyagokat, amik vannak nekem, és segítek is abba, hogy mit, hogyan kell elkészíteni, csak természetesen arra törekszem, hogy az eredeti legyen, tehát ne térjen el a hagyományoktól és a régi viselettől, mert hogyha elferdítjük ezeket a dolgokat, akkor nem lesz szép, nem lesz az az igazi, ami régen volt, és ahogyan egy idős néni mondta nekem, hogy úgy csináld, ahogy régen csinálták, mert ha nem úgy csinálod, akkor lesz belőle egy kófic. A népi viseletkészítő fontosnak tartja azt is, hogy a hagyományokhoz úgy is ragaszkodjon, hogy megfelelően beszél róluk, és helyesen használja kifejezéseket, meghatározásokat. Ugyanakkor Minoris Jánosné szerint az is fontos, hogy ezt a szakmát csak hosszú évek tapasztalatával lehet jól űzni. A könyvének írásakor is erre törekedett. Én évek óta gyűjtögettem az anyagot, írásos anyagot, kutattam utána, és idős néniktől gyűjtögettem össze ugye ezeket a maga az elkészített dolgokat, és hogyan kell elkészíteni, na és akkor én ezeket mind leírtam. És ugye télen úgy kezdtem egy kicsit úgy átnézni, átírogatni, és azért készítettem el, hogy ebbe a könyvbe megvan az, hogy milyen ruhát, milyen színűt viselt egy gyerek, milyen fejdísz viselt, miért egy lány, miért a menyasszony, vagy az új menyecske, vagy a gyermektelen asszony, ugye, vagy már a gyermekes, vagy az idősebb korosztály. Tehát ez megvan korosztályonként, családi állapotként, és ezt leírtam úgy, hogy hogyan is készül el. Tehát nem csak az, hogy bemutatom, hogy mit viseltek, hanem maga a készítés módja is le van írva, ha valaki egy kicsit jobban odafigyel, ügyeskezű, el is tudja ezt készíteni. Minoris Jánosné szerint fontos, hogy megőrizzük és átadjuk a hagyományokat a fiatalabb generációnak, hiszen ezáltal tovább élhet egy olyan szakma a 21. században, amelyet nagyon kevés ember űz Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon is meg kell őrizni, mert ha ez a korosztály, aki én vagyok, ha mi kiesünk ebből, nem lesz, aki megmutatja, aki átadja ezeket a kis apró kis fortélyokat, amiket ugye egy-egy fejdísznél, vagy egy ruha díszítésénél használunk, mert ha ezeket mi nem adjuk át, teljesen el fog ferdülni. Tehát én mindig arra törekszem, hogy igenis, úgy, ahogyan a régiek, az öregeinktől én tanultam, azt adom át, és el is várom, hogy úgy tanulják, és úgy készítsék el, ahogyan, hát, ezt kell. A sárközi viseletek készítését Minoris Jánosné már több mint 5 évtizedet csinálja. Azt mondja, máshogy ezeket nem is lehet megcsinálni. Ugyanakkor azt is vallja, hogy a viseletkészítést csak egy egész életen át lehet megfelelően tanulni. Én 14 éves koromban kezdtem el szőni, úgyhogy én 20 évig csak szőtem, rojtot szőtem,
aztán később a rostot kötöttem. A kettő közt különbség annyi, hogy a pamutból a rojtot csinálják, sejemfonalból pedig a rostot, ugye sejemkendőkre, meg a sejemkötényekre. És utána kezdtem el a viselettel, ugye a táncsoportba jártunk 12 évig táncolni, ott kezdtem el készíteni a ruhákat, és akkor így folyamatosan mindig bele kerültem ezekbe, ugye anyósom is azért segített, aztán voltak idős nénik, akikhez elmentem, akik szívesen segítettek ebbe, és tényleg egy olyanok voltak, hogy ők semmit nem tagadtak meg tőlem, mindent megmutattak, és én csak ezt csinálom. A Bátaszéki Gondozási Központban a könyve mellett viseleteket is elhozott Minorics Jánosné, hogy a lakókkal együtt nosztalgiázzon az előző évtizedről, a szőttesekről és a sárközi viseletről. Nem mindennapi tájképeket készít a bátaszéki Simon László. A természetfotós néhány éve kezdett fényképezni, de már a legnagyobb tudományos és kulturális témájú magazin is közölte képeit. A gemenci erdőt és az ott élő állatokat bemutató fotóit elnézve szinte hihetetlennek tűnik, hogy a bátaszéki Simon László mindössze 3 évvel ezelőtt fogott a kezébe először fényképezőgépet. Igaz, a természet szeretete már sokkal korábban kezdődött nála. Az akvarisztikával kezdődött, mert versenyakváriumokat. Hát a magyar versenyen is indultam vele, meg a japán versenyen is indultam akváriumokkal, és ugye ez egy külön műfaj a befotózása neki. Mondták a fiúk, hogy hát tanuljak meg fényképezni, mert azt sem tudtam, hogy mit jelent az F betű ugye a fényképezőgép, a kis bridge gépemen. És mondták a srácok, hogy csinálják meg egy tanfolyamot, hát mondom, jó, Pesten lehet, hogy van minden héten tanfolyam, de itt a környéken nincs. Hát aztán főcsöptem a Google-t, és pont Baján indítottak egy ilyen fotós tanfolyamot. Amire azonnal jelentkezett László, az itt eltöltött gyakorlati munka közben ment ki először az erdőre fotózni, a látvány pedig szinte rögtön magával ragadta az akkor még kezdő fotóst. Engem az elvarázsolt. Tehát a cserta szépsége ugye az, hogy egy vadhoz közel tudsz menni, és akkor kezdetben akkor még csak a kisgéppel fényképeztem, meg épületeket, tájat sokat, napfelkelte, naplemente. Aztán ugye, amikor először bementem Gemencbe, így egymagam, és láttam a vadakat, hát mondom, ez nekem kell, hogy ez milyen jó lenne megfényképezni. Láttam mástól is ugye, hogy nagyon remek fotókat lehet az interneten látni, és akkor megtetszett. Aztán így jött ez az egész, hogy ráálltam utána. Mégpedig olyannyira, hogy ő mondja, ráállt a természet pillanatainak megörökítésére, hogy rövid időn belül profi gépet és az erdei rejtőzködéshez szükséges álcaruházatot, sőt sátrat is vett magának. Így aztán már minden egyben volt ahhoz, hogy akár egész napokat is az erdőben töltsön, egy-egy jól elkapott pillanatra várva. A nyár az azért jó, mert 9-ig fönn van a nap. Én lerakom 4 órakor a szerszámot, ugye a munkából hazaérek, és van, amikor kislisztenek egy 3 órára gyorsan, ugye tud az ember egy kis kanyart járni az erdőbe, de ilyenkor meg ugye amikor rövidek a napok, akkor úgy érdemes kimenni reggel, és akkor délutánig akkor ugye meg be kell iktatni egy kis evést valamit. Nagy vadat szerettem volna fényképezni, lementem egy holtágra, aztán csak egyszer így elrepült előttem a jégmadár. És nekem nagy álmom volt a jégmadár, mert ugye azt hiszem, nem tudom mondhatok a nevet, Anasztáziának volt egy ilyen gyönyörű közeli jégmadaras fotója, mondom, de jó lenne megfényképezni egy ilyet. És lásd, szarvast vártam a holtágra, és akkor láttam, hogy a jégmadár melyik fára repül be mindig. Aztán mondom, én próbálok rácserkelni a madára is. És leültem a vízpartra, hát is az is olyan élmény volt, 3 méterre volt tőlem a jégmadár. És akkor kikapta ugye halat a vízből, annyira gyors fényképeket nem tudtam még készíteni róla, mert fényeres objektív kellene hozzá, ugye ez meg nem pont a legfényeres objektív, de azért sikerült már jó közelről 3 méterre jégmadarat fényképezni. Legújabb szenvedélye a ragadozó madarak, azon belül is a gemenci sasok fényképezése. Ez igazán különleges küldetésnek számít Magyarországon, ugyanis eddig a fotósokat főként a Hortobágyon élő sasok foglalkoztatták, ezért az országnak ezen a részén ez a téma még tele van lehetőségekkel. Nehezen fotózható. Ugye lehetőség sincsen sok az országban, meg hát ugye itt a gemenci sasok, amiket szeretnék fényképezni. És azt csak lesből lehet fényképezni, most csináltam magamnak egy ilyen ragadozós lást, majd meglátjuk, hogy
hogy válik be, mert ugye ez is szezonális. Tehát igazándiból csak a téli időszak, amikor lehet őket fényképezni, jó eséllyel igazándiból. Ez a január, február, még talán a március, ha elhúzódik a tél, akkor még lehet a március majd. A fotózásban kevésbé jártassak nem is gondolnák, mennyi tényezőre kell odafigyelni egy-egy jó kép elkészültéhez. Kicsit olyan ez, mint a vadászat, ugyanis ahhoz, hogy a vadak ne kerüljék el a fotóst, még a szélirányt is számításba kell venni. Ha sikerül elkapni úgy a vadat, hogy jó a szeled, nem fogja szagodat megérezni és tudod fényképezni, akkor órákat el lehet tölteni a megfigyelésükkel. Igazándiból nem kell tőlük félni, mert ők még jobban félnek tőlünk. Ez ilyen érdekes dolog már. Én voltam már 3 méterre vaddisz, nagy kandisznótól is. Az 500-as volt a púzuson fél percenként. Az érdekes volt. De utána már rá kell morogjál, vagy ilyesmi, hogy elfusson. Augusztusi hajnalon készült a videó, amikor egy vadföld felé haladtam, és megláttam a nagy létszámú tarvad rudlit. Hál' Istennek jó szelem volt, és csak annyit csináltam, hogy legugoltam a vadföld szélén, és ugye nem érezték meg a szagomat, és simán tudtam róluk csinálni egy ilyen hosszabb videót is. De öröm nézni őket, tehát imádom őket. A fotózás mellett László legújabban már videókat is készít az erdőt járva, és bizony időnként egészen fantasztikus és ritkán látható helyzeteket sikerül elkapnia. Mert rájöttem, hogy a mozgókép másképpen adja át ugye az adott hangulatot. Hát a kisgépet, amit ugye először használtam a régebben, azt elkezdtem videózásra használni, és akkor rájöttem, itthon meg tudom vágni egy kicsit, tettem alá egy ilyen kis zenét, vagy ilyesmit, és próbáltam hangulatosan összeállítani egy kis mozgóképet róluk, aztán most már nagyon megszerettem azt is. Bár megélni egyelőre még nem tud a képeiből, László mégis azt mondja, egy cseppet sem bánja, mert amikor az erdőt járja, minden gondját elfelejti. Ugye én ezt úgy fogtam fel annak idején, hogy rettentő jó kikapcsolja az embert. Ugye dolgozik az ember, stresszes ugye, akármilyen szakmát vagy munkáról beszélünk, stresszes a mai világ, és ez egy irgalmatlan jó kikapcsolja az embert. Telefon lehalkít, kimegy az ember, és csak én vagyok meg a természet. Néhány lelkes foci szerető bátaszéki és egy miskolci Velorex néven elhíresült rocker hozta létre 3 évtizeddel ezelőtt a Fenyőkupán induló, bátaszéki kötődésekre építő kispályás foci csapatot, a Velorexet. Ennek éppen 30 éve, és a közösség ma is nagyon él, mi több, virul. A jubileumi 30. összejövetelen kiderült, apáról fiúra öröklődött a Velorex érzés. Ma már nem ritka, amikor az apa a Velorex amatőr csapatában játszik, míg a fia az igazoltak között induló erősebb Velorex oszlopos tagja ma el. Vacalvik Petőfi alias Velorex László alig hanem helyet követel magának az egyébként miskolci illetőségű bátaszékre tévedt rockzene terjesztő férfi a bátaszéki civil helytörténetben. Ő volt 30 évvel ezelőtt a nagy ötletgazdája és megvalósítója annak a futballokán létrejött közösségnek, amely a mai napig megmaradt, nagyapáról apára, apáról fiúig terjed már. Velorex néven. Nem keverendő az ilyen nevű kereskedésekkel ez, egészen másról van szó. Vacalvik régóta már nincs, ám a névadó mögött már a kezdetek kezdete 1988-89 óta felsorakozott bátaszéki benszülöttek Péter Géza, Péter János, Máté Gábor és Gerencsér János, akik alapító tagként tovább vitték a csapatot, megőrizve, táplálva az úgynevezett Velorex érzést. Volt akkor egy rockstar, a Vacalvik Petőfi Gazember László, Velorex, és az ő nevét vette fel a csapat. És az SSC az pedig a Nápolyból származik. Nem bátaszéki volt, azt hiszem miskolci állampolgár, és ő volt a Vacalvik Petőfi Velorex. Az alapítók közül többen szerették a rockzenét, és ő azt képviselte, és akkor így jött ez a Velorex. Az SSC az pedig a Nápolyból. Az olasz Napoli SC a 80-as évek végén még tündökölt a világfutballban, nagyon népszerű volt Magyarországon is, többek között Diego Maradonát is a soraiban tudta. A bátaszékhez köthető Napoli drukkerek olyan csapatot hoztak össze minden évben a bátaszéki Fenyőkupára, amely már 30 éve létezik, amely minden évben összehozza a karácsony és új év között a csapattagokat, és több napon át együtt vannak a Fenyőkupán innen és túl is.
A három évtizedes jubileum apropóján a mostani 40-esek, a derékhad ünnepélyes külsőségek közepette, köszöntötte a még mindig aktív alapítókat. Nem csak bátaszékek vannak, rengeteg a bátaszéki kötődésű, vagy bátaszéki barát által ide került futballista, aki tényleg, tehát januárban már azt várja, hogy mikor lesz a kupa, már elejére fölhívnak bennünket, hogy ő akar jönni, van most is, aki a Dunaújvárosban játszik, a Dunaferbe, és játszott már itt a Fenyőkapán, és azt várja, hogy tényleg karácsony legyen, és az az első, nem az, hogy elmegy haza pihenni, hanem ide jön a Fenyőkupára, hogy itt legyen közöttünk. Neves játékosokat is magával ragadt ez a Velorex mozgalom. Nem hiányzott szinte egyetlen évben sem a tornáról. A Szekszárdról indult Máté Csaba, aki a Ferencváros pályaedzője jelenleg, de dolgozott a magyar válogatottnál is, mint segédedző. Nagy Sándor az utolsó szekszárdi sikercsapat csatára, míg a Stadlernél játszott az élvonalban, már régebb óta Ausztriában él és dolgozik. No és az élvonalba belekóstolt, bátaszékről induló Rupa László is pályán kívül is zsigerileg velorexes lett. Korosztályos válogatott labdarúgó voltam gyerekkoromban. Aztán így elkísértek az évek, sokan vannak Mosonyáron, aki Bozsír György, aki úgy szintén itt van a csapat közelében. Élmény velük játszani, élmény volt a fiatalságot megélni, élmény volt a beérett gyümölcsöt játszani. Most már így megyünk ki fel ebből a korból, amíg szeretnénk egy 10-15 évig itt tevékenykedni ebben a csapatban, mert ez egy nagyon nagy család, egy nagyon összetartó egyesület, és örülök, hogy itt lehetek velük, és élvezhetem ezt még nagyon sokáig. Nagy Sándor megpróbálta egy példával érzékeltetni, mi is az a bátaszékhez köthető velorex érzés. Nagyon, nagyon jól érzem magam, mert rájuk bármikor számítok, tényleg ha Ausztriából telefonálok, vagy bárkit felhívok, akár a Pürét, mint festő, akár a Péter Jánost, vagy akárkit, első szóra segítenek, ott vannak, mögötted állnak, és ők nem azt nézik, hogy te mit értél el mondjuk a Fenyőkupán, hogy most második lettél, vagy negyedik, vagy akármennyi, hanem hogy ők azt a hozzáállást, azt az alázatot, amit mi éveken keresztül itt prezentáltunk, ezt értékelik. És ez egy számomra hatalmas dolog. És ez a ajándék, amit tőlünk kaptak, nem hiszem, hogy ez tükrözi azt, nem tud visszaadni nekik azt, amit ők felénk nyújtottak, amit mi ezzel a kis csekély ajándékkal nekik tudtunk adni. Nincs teljesítménykényszer, nem igazolnak a még sikeresebb szereplés érdekében jó futballistákat. Ennek ellenére a Velorex 13 győzelmet ért el két kategóriában a Fenyőkupák történetében, 5-öt a profiknál, 8-at az amatőröknél. Egészen másképp gondolkodunk, tehát nincs ilyen, hogy most valakit kiselejtezünk, mert nem jó. Most is ott az amatőrben vannak 55 közel 60 éves játékosok, akik a mai napig ott vannak, lehet, hogy már nem játszik 30 percet, de amikor úgy áll az erőm, hogy beszáll, de itt van velünk, és megbecsüljük a 20 évvel ezelőtti játékát. A csapat azért időközben vonzó lett a jó futballisták számára is, már a 90-es években. A gerincet a bátaszékek alkották, de már jöttek ugye a környező településekről is, de a gerincet az mindenképpen a bátaszékek alkották, és akkor már 91-ben második helyezést ért el a csapat. És ez 92-ben, azt mondom, hogy 80%-ban bátaszéki játékosokkal meg tudtuk nyerni a Fenyőkupát. Nem építünk a bátaszéki csapat játékosaira, de bátaszéki kötődésű játékosokra mindenképp, gondolok itt a Rácz testvérekre, akár a Várda Ákosra, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos, és azoknak a játékosainak, akik 30 évvel ezelőtt a Velorex profiba játszottak, azoknak a gyerekei már kopogtatnak a profi csapatnak az ajtaján. Nagy Sanyi a Velorex profiban kezdte, most az amatőrben játszik, és nagyon szeretné, ha 14 éves, szintén Ausztriában élő, aktívan focizó fia az ő példáját követné e tekintetben is. Ausztriában játszunk együtt az Salzburgi magyarokkal, de hát az nem olyan színvonalon, mint ahogy itt vagyunk, de úgy gondolom, hogy a Máté is szeretne itt ebbe a csapatba pályarépni, mert látja ezt a közeget, a családot, amit körülvesz minket, ezt a szeretetet, és szerintem ugyanúgy a cigány fia, az Ignác Zoltán fia, ő szeretne pályarépni, és ugyanúgy Géza elmondta, ezért vagyunk, hogy a mi gyerekeink is itt pályarépenek. Velorex csapat, Velorex életérzés, úgy tűnik bátaszéken
ez létezik, már apáról fiúra terjed. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!